95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Az év eddigi kicsivel több mint 9 hónapjából kicsivel több mint 3 hónapot karanténban töltöttünk. Nyilván te is karanténban töltöttél. Egy koreográfus, egy művészeti vezető vagy igazgató, aki egyébként az elmúlt sok-sok évtizedet a tánc, a mozgás világában töltötte. Hogy töltötte azt a bizonyos kicsivel több mint 3 hónapot? Fejben táncolt? Nem, mert van az embernek felesége, aki kihasználja az otthon létet, ezért hasonló sorstársaimmal együtt, hol imitamot tologattuk a kocsikat, és pakolgattuk a festéket, meg hasonlókat, és gondolom, hogy tényleg a sorstársaim bólintanak, hogy igen, a felesége kihasználták. Szóval rendbe raktam a spejzot, a garást, és mindenmi mást, amit kellett, de persze azért az ember próbálta ettől komolyabb szellemi tevékenységgel is áthidalni ezt a nagyon nehéz időszakot, mert hát egy mozgásban, egy folyamatos létezésben lévő ember számára ez nem könnyű. Mert gondolom, hogy arra a bizonyos 3 hónapra, vagy több mint 3 hónapra a próbák az Állami Népi Együttes házatáján abszolút véget értek. Abszolút. Március 14-én volt az utolsó próbánk, és aztán a következő hét hétfője, amitől meg már becsapott a krach. Hát amennyiben lehet, persze próbáltuk motiválni, mozgatni az embereinket, Zoomon keresztül próbák, vagy próbaszerűségek, inkább úgy mondjuk bemelegítések zajlottak, de hát ezek azért nem pótolják a személyes jelenlétet. Korábban te csináltál olyat, hogy egyébként március 15-e és október 23-ai műsorokat rendeztél, vagy a táncbetéteket csináltad. Most nem lett volna idén ilyen 15-én? De pontosan ez lett volna, és még valami díjat is át vettem volna, de ez elnapolódott. Mind a díjátvétel, mind a koreografálás. De hát a díjat megkaptad? Utólag így van, hát március 15-ét már úgy nem tudtuk megünnepelni, de hát előbb-utóbb csak ki tudtam markolni a kezekből azt a díjat. Kiváló művész lettél, ugye? Igen. Gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönöm. Ilyenkor az ember azt érzi, hogy igen, ezt is elértem, és akkor ez egy újabb mérföldkő volt az életemben, hogy akkor elég sok mindent letettem már, vagy hogyha megkap az ember egy ilyen díjat, akkor az van, hogy akkor gyerünk tovább, és akkor menjünk még tovább az eddigi úton, és akkor jöhetnek az újabb kihívások. Hát én megmondok egy C-verziót, hogy díjtól függetlenül menjünk tovább, és csináljuk a dolgunkat, mert még sosem keltem fel úgy, hogy na, most a mai nap eredményeképpen majd valami díjra leszek jogosult. Nem. Miközben persze emberből vagyunk. Hát nagyon jó esik, ha megdicsérnek, hogy hú, de jó műsorvezető vagy, a haverok egy sör mellett. És engem is megdicsérnek, meg az a fura hang, ami a nézőtérre jön, megpróbálom reprodukálni. Ez azért elég mágikusan hat az emberre, és ez élteti. Miközben persze nagyon jó, hogyha elismerik akár a barátaink, ismerőseink, rokonaink, gyerekeink, mondja az unokám, papa, te még egész jól focizol. Na, ezek azért jó esik. Eltelt ez a bizonyos kicsivel több mint 3 hónap, amikor karanténban voltunk, és akkor utána nyilván újra kezdődtek majd a próbák és a munka az Állami Népi Együttes házatáján. Ott észrevetted egyébként a kedves táncosaidon és táncos lányaidon, hogy hát az a 3 hónap rájuk telepedett, akár kilóg, akár lazaság megszűnés szempontjából? Vagy azért voltak olyan feladatok, hogy akkor nehogy véletlen plusz 2-3-4-5-10 kilóval visszamenjen. Persze, hát néhány kiló volt, de nem ez az elsőrendű dolog, mert az ember elkezd intenzíven mozogni, akkor nagyon gyorsan le tudja ezeket égetni. De hogy le tudja égetni, egy éhséggel, egy vágy, hogy újra a színpadra léphessen, hogy újra találkozzon a közönséggel, és én inkább ezt éreztem. Így aztán nekiindultunk, és azokból a lehetőségekből, ami rendelkezésünkre állt, amit lehetett, azt meg tudtuk csinálni egy részét. Ez a Trianon évforduló. Nyertünk pályázatot, összefogás éve, így hirdette meg a kormány. Ezt mi nagyon-nagyon komolyan vettük. Szerettünk volna teljes Kárpát-medencébe előadásokat csinálni. Tehát lezárult Ukrajna felé a határ, lezárult Románia felé, Erdély, Vajdaság, Szerbia felé. Így aztán oda mentünk, ahova oda menekültünk, oda futottunk, ahova lehetett. Ez Felvidék volt, és Szlovénia. Jó lett volna
úgy megünnepelni, ahogy gondoljuk. De azért ezek is nagyon sok lelki erőt adtak, így, ha nem is volt teljes ez a nyár, de azért akár racionálisan testben, akár spirituálisan lélekben valamit adott a számunkra. Te a 60-as évek vége, a 70-es évek eleje óta még gyerekként már színpadon álltál, azóta folyamatosan, és nyilván nem volt három olyan hónap azóta, hogy akkor ne lettél volna színpadon, vagy színpad közelben már, mint koreográfus, vagy művészeti vezető. Tehát, hogy most három hónapot eltölteni úgy, hogy nem mehetek színpad közelbe, az azért gondolom nagyon furcsa érzés volt. Nagyon. Most nem azt mondom, hogy a depresszió közeli állapotok utolértek, de majdnem. Tudom, mindenki persze rendkívül aktív életet él, nem minősítem még az éjszakai portás sem, hogy ahhoz képest én milyen aktív, mert ezt mindenki maga éli meg. Egy biztos, az, aki a mozgás, a tánc világában él, az rendkívül aktív életet él, ezért számára elvonási tünetek jelennek meg. Mindent kitaláltam, csak hogy túl tudjak ezen tenni. Ha a testemet nem tudtam mozgatni, akkor próbáltam az elmémet mozgatni, készülni egy szebb jövőre, hogy majd előbb-utóbb nem csak agyba, hanem testbe is ott tudok lenni a táncosaim, művészeim közelébe. Számszerűsítve tudod, vagy tudjátok, hogy hány előadás maradt el? Hát legalább vagy 60. És még biztos, hogy nincsen vége, bár reménykedem, de minimum 70. És ezek közül meg ahogy az előbb említettem, tehát ez nem csak darabszám kérdés, hanem spirituális megélés kérdése is. Voltunk egy kis szlovén faluba, Domonkos falva, 150 magyar lélek lakja. Hát én azt gondolom, hogy generációkra visszamenőleg az egy fontos esemény, hogy mi ott felléptünk. De az én embereimnek, az én táncosaim, meg önmagamnak is. Na most ebből, hogyha lehetett volna egy kicsit több, akkor jobb volna a lelkünk. Amikor újra kezdődtek a próbák, mert nyilván, amikor lazultak a szabályok, akkor gondolom összetrombitáltatok mindenkit, hogy akkor jövő héten, vagy most a hétvégén, majd pénteken találkozunk a szokott időben, a szokott helyen, tessék szépen jönni, és akkor lesz bemelegítés és próba, és akkor folytatjuk a munkát. Láttad a táncosok szemében, hogy akkor újra itt vagyunk, és de jó, és akkor végre azt csináljuk, amit szeretünk, és majd utána előbb-utóbb elő tudjuk ezt adni a megfelelő közönségnek? Persze, hát ők erre rátették az életüket, és hogyha az életüknek egy része elkezd hiányozni, akkor azt nagyon akarják, hogy az visszajöjjön. Ők ezt nagyon akarták. Nem is tudom, hogy is kell ezt mondani, tehát minden egyes olyan alkalommal az elmúlt időben, amikor az Állami Népegyüttes föllépett, valahogy kényszert éreztem arra, amit addig soha nem csináltam, hogy a közönség előtt mondjak néhány szót. Trianonról is, meg erről a Covid helyzetről is, és mindig az jött ki az én számból, akár akartam, akár nem, hogy nem is tudom, hogy ki vágyott jobban egymásra. A nézők mi ránk, vagy mi a nézőkre. Mert valami olyan lelki kapcsolat alakult ki, még akkor is, hogyha csak 20 embert engedtek be a nézőtérre, éppen volt egy ifjúsági gyerekműsorunk is, ott már említett Szlovéniában, ahol nagyon-nagyon komolyan vették ezeket a vírus helyzeteket, de nekünk mindegy volt, hogy 20, még ha senki nem lett volna, akkor is táncoltunk volna. Mert ez a létezésünk alapja. Itt ülünk egy ideje a stúdióban, az már elhangzott, hogy Állami Népi Együttes, viszont még nem mutattam be a mai vendégemet. Most megteszem, hölgyeim és uraim, velem szemben a stúdióban, itt a 95.8 Sláger FM-en, a mai Slágerkultban, a Magyar Állami Népi Együttes. Korábban művészeti vezetője, igazgatója voltál, de változott a titulusod, Mihály Gábor egyébként. Mi a pontos új titulusod? Most már az együttes vezetője vagyok, mert Pál István Szalonnak, kiváló barátom, meg a zenekarnak volt a vezetője, ez előre lépett, és ez azt jelentett, hogy engem kitaszított a művészeti vezetői pozícióból, és aztán így az együttesnek vezetője lettem. A kitaszított szó persze egy nagyon baráti ölelést jelent. Szóval itt a mai Slágerkultban, a 95.8 Sláger FM-en a beszélgető társa Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. Sláger FM.
95.8. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihály Gábor, aki nem mellesleg koreográfus, is korábban táncos volt, és hát szépen lassan végigjártad ugye a ranglétrát már, mint ami az Állami Népi Együttest illeti. Voltál szóló táncos, aztán utána lettél majd ilyen vezető, olyan vezető, és most pedig hát az együttesnek a vezetője lettél, mert hogy belépett a te korábbi pozíciódban, a művészeti vezető pozícióban, a szalonna, a Pál István szalonna. És akkor nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt közel 10 percben, negyed órában. Többek között arról, hogy mivel töltötted a karantén időszakot, hogy élted meg azt a bizonyos 3 hónapot, úgy, hogy az elmúlt sok-sok évtizedet lényegében folyamatosan színpadon vagy színpad mellett töltötted. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy milyen munkafolyamatot szakított meg ez a bizonyos karantén helyzet. Nyilván benne voltatok valamilyen munkafolyamatban, amit ott akkor félbe kellett hagyni. Az egyik az az volt, ezt már beszéltük, hogy lett volna március 15-e alkalmából egy műsor, aminek te lettél volna, vagy te voltál ugye a koreográfusa. Igen. Ez volt az egyik, de hát az Állami Népi Együttes házatáján nyilván készültettek különböző előadásokra. Valóban azt is említettem, hogy ez a nemzeti összefogási évek kapcsán egy nagy Kárpát-medencei turnéra indultunk volna, ami torzóként tudtuk csak megvalósítani. És hát előttünk áll egy bemutató október 30-31-én Tamási Áron Énekes Madár című székely színművének a bemutatója, aminek májusban lett volna, és kénytelenek voltunk eltolni. Most ezerrel ezen dolgozunk, meg majd még lesz egy milánói kalandunk, lehet, hogy arról is szót ejtünk talán. A milánói kalandról majd a későbbiekben beszélünk, maradjunk egyelőre ennél a bizonyos Énekes Madárnál. Az elmúlt sok-sok évben, amióta te színpadon vagy, vagy a színpad, nem tudom, mellől dirigálod a táncosaidat, nagyon sokféle előadást készítettél már. Ilyet azért kevesebbet. Tehát, hogy itt azért más jellegű dolgai is lesznek a táncosaidnak a színpadon. Nem csak a lábukkal kell varázsolni, hanem a hangjukkal is. Hát annyira keveset csináltam, hogy még egyet sem. Tehát ez lesz az első, és ezért aztán ennek szükséges izgalmával állok a feladat elé. Ha egy kis antrét tudok ennek az előadásnak tenni, hogy mindig is szerettem járatlan utakon járni. És nem elsősorban azért, mert egy ilyen felfedező típus vagyok, hogy akkor most én mászom meg a csomolungmát, meg én fedezem föl az északi sarkot, de hogy a hagyomány értelmezésének kitágítani a körét, hogy az minél inkább jelen idejűvé tudjon válni a mai közönség számára, ehhez új utak kellenek. A rádiózásban sem lehet a 60-as évek stílusát követni. Biztos tiltakoznál, hogyha valaki arra kényszeríteni, hogy úgy tedd ezt a dolgodat, mint nem tudom, Novotny Zoltán, vagy nem tudom, hogy ki csinálta ezt. Ez teljesen természetességgel kell, hogy legyen a művészetben, és teljesen természetességgel kell a néha picit ortodoxnak tűnő néptáncművészetben is. Új utak szükségesek. Most az van, hogyha veszünk egy táncost, egy néptáncost, akkor föláll a színpadra, és persze a nyakába teszi a lábát, és nagyon szívesen csújogatnak, meg nagyon szívesen énekelnek a lányok a megfelelő módon. De amikor prózában kell kinyitni a szájukat és elmondani 1-2-3-5 mondatot, vagy egy monológot, azért az teljesen másfajta művészetet feltételez. Ott azt külön meg kell tanulni. Ez így van. Tavaly augusztus óta készülünk erre a szerepre. Csábi Anna és Kutszegi Csaba az, akik a színész mesterséget tanítják a táncosaim számára. Miközben az meg sem fordul a fejemben, hogy az Állami Népi Együttes előadása majd versenyre kell a Nemzeti Színház, a Katona József vagy a Víg Színház, bármelyik ilyen típusú előadásával. De abban biztos vagyok, hogy abban a közegben, abban a szituációban, amiben megjelennek az én táncosaim, akik gyakorlatilag mai fiatalként mondják el a Tamási vagy más vendégszövegeket, azok hitelesek és érvényesek lehetnek. Itt tudjuk megfogni a mi közönségünket, hogy nem keresik rajtunk azokat a minőségeket, hanem a minőségnek egy más formáját fogadják el, hogy abban a közegben mi
érvényesen és hitelesen meg tudunk szólalni. Ha maradunk az autentikus néptáncnál, akkor az van, hogy a táncosok nyugodtan táncolnak úgy, hogy egyébként közben énekelnek. Vagy az egyiket csinálják, vagy a másikat, vagy a kettőt kombinálva. Hogyha belegondolunk egy ilyen énekes madárba, amit hamarosan föltesztek a színpadra, zajlanak a próbák, akkor ez úgy történik, hogy váltakoznak a táncos és a prózai részek, vagy minthogy az énekkel meg tudja csinálni a táncos, így a szöveggel is meg tudja csinálni. Tehát, hogy gondolom én azt, hogy áll egymással szemben két férfi táncos, és miközben mondjuk úgy, hogy táncban párbajoznak, úgy közben még mondják is a szöveget. Ez ilyen van, sőt még, vagy így is van, és még mellette bizonyos, ha a szituáció úgy kívánja, akkor még bizonyos ritmusokat is hoznak, tehát egy nagyon összetett és komplex világ az, ami Tamási kapcsán a színpadra kerül. A hitünk szerint minden, ami ebből a veretes székely népi színjátékból, mert ez a eredeti Tamási darabnak a műfaji meghatározása, éppen ezekkel a plusz információkkal, vagy plusz készségekkel, amiket mi használunk, egy sokkal tágabban értelmezett, és újra mondom, makacsul, hogy a mai világra jobban reflektáló, a most Sláger Rádiót hallgató fiatalokat is talán a színházunkba csábító világ születik. Amikor elmondtad a táncosoknak, mert nyilván az majd egy következő lépés volt, miután kitaláltad, hogy ilyet szeretnél csinálni, aztán utána összeültetek, kitaláltátok, megvágtátok, stb. Aztán mondtad a táncosoknak, hogy na, akkor most olyat fogunk csinálni, amit eddig még nem csináltunk. Akkor úgy álltak a feladat elé, hogy de jó, hogy végre valami ilyesmi történik, vagy úgy, hogy hát Gábor, ez hogy gondolod, kicsit fura lesz, mert hogy szövegben annyira nem vagyunk jók. Az a helyzet, hogy 2000 óta, amikor én importáltam egy olyan világzenei tánc stílust, amit ha a világzeneként, mondjuk Riverdance-ként ismerünk, az Állami Népegyüttesnél meg a Naplegendaként, akkor számukra, hogy első pillanatban meghökkentő ötletekkel jövök, ez már úgy nem zavarja meg őket. Tehát semmiféle ilyen típusú averzió nem volt bennük, hanem inkább az a kíváncsiság, hogy na oké, de ezt akkor hogy fogjuk megcsinálni? És mivel ők nekem a barátaim is, nem alattvalóim, nem beosztottaim, hanem művésztársaim, munkatársaim, barátaim, ezért aztán minden egyes ilyen új útra lépés, sosem érzem azt, hogy én ott szaladok egyedül, a többiek meg kullognak utánad. Valahogy kullog. Nem, azt érzem, hogy taszigálnak, sőt, néha elén futnak, és ebből születnek a nagyon, nagyon személyes és emberi jó viszonyok. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en. Velem szemben a stúdióban továbbra is a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihály Gábor. Jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihály Gábor. Nagyon sok mindenről beszéltünk az elmúlt közel fél órában, többek között arról, hogy mivel töltötted a karantén időszakot, meg arról is beszéltünk, hogy egyébként új bemutatóra készültök, nem sokára színpadra teszitek Tamási Áron Énekes Madár című művét. Oly módon, hogy egy újabb utat találtál magadnak, mert hogy most nem az van, hogy akkor kortárs tánc és autentikus néptánc, vagy akármi, amit eddig kitaláltál, hanem a táncosaidnak a szájába prózai szövegeket fogsz adni. Már zajlik egyébként a próba folyamat, jut eszembe, hogy álltok vele? Nem sokára bemutató, lényegében egy hónapotok sincs hátra. Időrejelesen nagyon jók vagyunk. A finomítások vannak hátra, a díszlet kész, a jelmez kész, a zene kész, egy kiváló Németországban élő barátom Korai Zsolt csinálja az animációt, tehát az érzékek reményeim szerint minden szintjét megérintetjük a nézőkkel, ahogy ezt egy kortárs színház előadásnak tennie kell, még akkor is, hogyha az népzenéből inspirálódik. Hogyha végignézem a te pályádat egyébként az Állami Népi Együttessel kapcsolatban, akkor te voltál az, aki behozta az autentikus néptánc mellé a kortárs tánc elemeket. És akkor mindig volt valami újítás, hogyha
levetítjük ezt az egészet erre a bizonyos Tamási Áron műre, akkor jó persze lesz benne szöveg, jó persze lesz benne zene, lesz benne animáció, tehát hogy egy ilyen komplex előadás lesz, de a tánc nyelvéről szólva, és nyilván ez a legfontosabb esetünkben, autentikus néptáncról van szó, vagy itt is keveredik majd más táncokkal? Természetesen keveredik, ahol a dramaturgia és a szituáció és a cselekmény megköveteli, ott a legautentikusabb módon fognak táncolni a táncosaim, mert én azt vallom sok másokkal ellentétben, hogy a tradicionális néptánc lehet kortárs is, nem pedig csak egy individualista belvárosi gondolkozásmód szüleménye. Természetesen, ahol pedig a dramaturgia azt kívánja, akkor ott átértelmeződnek némiképpen a mozdulatok, mint ahogy a zene, mint ahogy a jelmezek, a kosztümök sem tradicionális székely viseletek, hanem a mai világunknak valamiféle reflexiója a hagyományra. Pont ez lett volna a következő kérdés, hogyha már az autentikus táncelemekről beszélünk, és Tamási Áronról beszélünk, akkor az egész erdélyi székely mozdulatokra épül, és abból indul ki minden, vagy bármi beleférhet? Nem, bármi nem férhet bele. Azért a Tamási darabja a maga gondolatiságával, a nagyon erős székely nyelvezetével, azért ez egy zsinór mérték. Nincs oka, hogy össze-vissza mindenféle táncokat táncoljunk. Elég gazdag a székely tánc és zenekultúra ahhoz, hogy onnan tudjunk tradicionális inspirációkat is, és a tradícióból pedig kortárs inspirációkat meríteni. Tehát ebből a szempontból én úgy látom, hogy egy homogén, egységes, székely szemléletű világ fog a nézők elé tárulni. Hogy jött az ötlet sok-sok idővel ezelőtt, hogy akkor ezt a bizonyos énekes madarat színpadra állítjátok így módon? Otthon ültél a kertben, nem tudom, töltöttél magadnak egy limonádét, és akkor azt mondtad, hogy akkor én szeretném megcsinálni a Tamási Áront. Mert hogy egyébként, hogyha visszafelé megyünk pár évet az időben, akkor lényegében a határon túli területek anyagát te már feldolgoztad. Így van. Honnan is indult? Először is, tehát szeretek új utakra lépni. Én olyan büszke vagyok rá, hogy engem háromszor akart elvinni a folklórrendőrség. Ezt most csak tréfából mondom, mert nincsen ilyen. Szóval mondjuk azt, hogy a szakma konzervatívabb része az verbális és ha nem is szó szerint villára hányt engem, mert egyik volt ilyen a naplegenda, hogy mi az, hogy világzene. Hát most már tudjuk, hogy ez teljesen elfogadott. Volt az, amikor egy nagyon átértelmezett jelmezbe jelentek meg a táncosaim, akkor mérőltöztetem őket apácáknak és pingvineknek. Már mostanság is látom, hogy nem tudom. Ezt a zsura mondta. Nem tudom, lehet. És aztán volt a harmadik, amikor Sári László zenéjére készült, tényleg egy nagyon kortárs előadás, az a Labirintus volt. Tehát én szeretem új utakra lépni. A hagyománytól nincs távol a verbalitás, és nem csak a csúlyogatásokról, mert említetted a csúlyogatást, de bizonyos szokásoknak vannak dramatikus részei. És most nem csak, hogy a mennyasszonyt a vőféj kikéri, gyönyörű szép szövegekkel búcsúzik az édesanyjától, az édesapjától, de a keresztelők, a regölések, tehát a verbalitás nincsen távol a hagyománytól. Ezt mi már mind csináltuk. Hát akkor lépjünk tovább. Szólaljon meg az ember a hagyományhoz közeli magasabb, vagy magas művészeti, vagy nem biztos, hogy magas, mert ez olyan butaság, mert akkor azt gondolnám, hogy a hagyomány az egy alacsonyabb művészet, mondjuk más művészet, tehát mondjuk a színház világából. És éreztem a táncosaimban azt az erőt, hogy ezt meg fogják tudni csinálni. És úgy látom, hogy megcsinálják. Színpadra kerül nem sokára a Magyar Állami Népégyüttes előadásában Tamási Áron énekes madara, viszont nyilván nem lehet mindent elmondani szóról szóra, tehát hogy egy szövegkönyvet kellett írni, meg kellett húzni, át kellett írni, és aztán utána azt az egészet majd át kellett adni a táncosoknak, hogy tessék szépen megtanulni azt, hogy született a szövegkönyv. Az alapszöveg az Kutszegi Csabától jött, aki egyrészt nagyon sok eredeti Tamási Áronféle székelyes szövegfordulatot benne hagyott, amit én nagyon támogattam is.
vannak benne vendégszövegek, mai kiszólások. Hát, hogyha mondhatok ilyet, akkor ugye Csaba ugye a 80-as években volt fiatal, ezért néhány 80-as évekbeli szlenget beletett a szövegbe, és a társaságban hasukat fogták a nevet, és mondták, hogy Csaba, figyelj már, hát mi nem így beszélünk, hát akkor hogy beszéltek? És akkor mondták, és akkor azok belekerültek. Illetve kitágítva a tamási szövegvilágot, éppen az egész előadás varázslatosságát, költőiségét emelve, magyar költők versei vagy vers részete is megjelennek benne, de megjelenik benne egy Jakut hősének is. Azt a tradíciónak, azt a, épp a Jakut hősének azért, hogy a tradíciónak azt a, az emberiség hajnaláig visszanyúlható mélységét próbáljuk meg érzékeltetni ebbe a darabban, ezért vannak benne a költészet szárnyaló világa, vagy egy Jakut hősének. Nyilván több vonalon kellett, hogy készüljön ez a bizonyos előadás. Ezek egymás mellett készültek szimultán, vagy egymás után. Úgy értem, hogy először volt meg a szöveg, és aztán utána, amikor megvolt a szöveg, akkor te beleláttál valamint táncügyileg, aztán utána jött majd a zene hozzá, hogy ezek mind egyszerre készültek. Nem, természetesen a szövegkönyv volt az első, ott jó viták alapján kialakult egy mondjuk munkaanyag, aztán elkezdtünk vele dolgozni, készült hozzá zene, hiszen valamiféle víziók, valamiféle látomások megindultak bennem. Nem csak én koreográfálok bennem, hanem szokás szerint megint fiatal alkotókat hívok be, koreográfál benne a Kis Zsura, a Darabos Peti, Módos Máté, ők az én nagyon tehetséges fiatal táncosaim. És hát párhuzamosan jött az Árvai Gyuri, aki a látványtervezője, a Szűcs Edit, aki a jelmeztervezője, ugye ők folyamatosan kapcsolódnak be, hozzák a vázlatokat, beülnek próbára, nézik, hú, ez nem lehet, egyszerűen beakad a cipőbe. Tehát ilyen praktikus, nem csak esztétikai kérdésekről van is szó, hanem praktikus kérdésekről is, és aztán némi veszekedés, ordibálás, barátkozás után egyszer csak úgy egyfelé megy a dolog, most már nagyon egyfelé megy. Ez a mai Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, velem szemben a stúdióban továbbra is a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihály Gábor, jövünk vissza hamarosan, és folytatjuk a beszélgetést. 95.8 Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a mai Slágerkult, és velem szemben a stúdióban továbbra is a Magyar Állami Népi Együttes vezetője, Mihály Gábor. Az elmúlt 3/4 órában nagyon sok mindenről beszéltünk, többek között arról, hogy milyen volt 3 hónapot, kicsivel több mint 3 hónapot eltölteni úgy otthon neked, hogy nem állsz színpadra, nem vagy színpad közelben, holott az elmúlt évtizedekben lényegében folyamatosan napról napra, vagy hetente többször színpadon álltál. Beszéltünk arról, hogy újabb új úton haladsz, mert hogy nem sokára bemutatjátok a Magyar Állami Népi Együttessel Tamási Áron énekes madarát, amiben most hát olyan új feladatot kaptak a táncosait, hogy nem csak táncolniuk, énekelniük és csújogatniuk kell, hanem lesznek benne prózai részek. Zajlanak a próbák, hónap végén lesz egyébként a bemutató, és arról még nem beszéltünk, hogy kicsivel korábban, tehát még a bemutató előtt fogjátok magatokat, és most már nem Tamási Áronról van szó, hanem Lisztről van szó, mert hogy mentek Milánóba, és ott egyébként az egyik Liszt művedet fogjátok előadni. Ez így van. Ez onnan indult, hogy néhány éve szomorúan látom, hogy bármit teszünk, valahogy ez a hagyomány, ez a tradicionális néptánc nem tud kitörni, és a legjobb értelem mondom, abból a plebejus létéből, amiben vagy önmagát beletette, vagy belekényszerül. És én ebből ki szeretném hozni ezt a hagyományt, mert sokkal többre érdemes. Ezt Bartók megtette, hiszen a népzenét beleemelte a világ komoly zenei eszköztárába. És mi mit tudunk tenni, hogy mi is ezt valahogyan kései utódok a magunk szerény módján megtegyük. Hát lépjünk a komoly zene felé. A komoly zene egy elképesztően kiépített infrastruktúrával, szellemi bázissal, anyagi javakkal, érdeklődő közönséggel, egy akkora konglomerátum, amely befogadhatja a hagyományos kultúrát, amennyiben megtaláljuk a módját.
tettem egy kísérletet, az az előadásunk Tánckánon címre hallgatott, omás Kodály Zoltán alcímmel, Kodály Zoltán művészet, de valahogy nem ütött át. Hát akkor ki legyen Liszt? És elkészült a Liszt mozaikok előadásunk nagy zenekarral, a Szent Efrém énekarral, Szabó Marci zongora művésszel. Tehát egy olyan világot tárunk a közönség elé, ami én azt gondolom, hogy ritka. És ez egy olasz impresszáról erre rákattant. És azt mondta, hogy csináljunk az Állami Népegyüttesből és ebből a műsorból egy nemzetközi brandet. És ennek az első állomása Milánó október 18-án, ahol a Liszt mozaikok előadás kerül bemutatásra, előtte pedig egy zenei koncert, ahol a Scala zenekara, az Állami Népegyüttes zenekara Pál István Szalonna vezetésével és Radics Ferenc hegedűjátékával, és Szlomó Mintz a világ, hát szerintem az öt legjobb hegedű művészeinek az egyike. És így áll össze ez az előadás. 200 óriás plakát Milánóban, rádiószpotok, tévé, szóval ez egy nagyon nagy durranás, csak egy kis valaminek kellene bennünket segíteni, ez a kis valami, ez a szemmel nem is látható vírusnak nevezett valami, hogy ne tegye be a lábát elénk, mert akkor hasra esünk az olasz határon. Hol lesz az előadás egyébként? Mert hogyha azt hallja bárki, hogy Milánó, akkor egyből nyilván mindenki a Scalára gondol. Nem a Scalát bérli az impresszáról, az a Reportivo nevezetű nagy musical színház, 1300 férőhelyes, annak olyan nagy az a színpada, uh-huh. amelyik ezt a nagyon monstre előadás, hát 80, csak az Állami Népegyüttes és a Szent Efrém és uh-huh. a kibővezet, csak mi vagyunk 80, és ehhez jön még a Scala zenekara. A jelenlegi állás szerint 1300 férőhelyes a nézőtér, és 800 nézőt engednek be. Az is egész jó. Ez egy nagyon jó dolog. Ez azt jelenti, hogy akkor elkezditek, és akkor ebből egy turné lesz, tehát hogy a milánói az csak az első állomás, és utána mentek tovább, hogyha a helyzet engedi. Így van, a következő tárgyalások már Londonról és Párizsról szólnak, és Londonról úgy, hogy ott a Royal Szimfonikusok és Nigel Kennedy dörzsölni a húrokat Szalonnával az oldalán. Az mondjuk elég megtisztelő, hogyha ez egy nem, sikerül. Az egy nem kis dolog, igen. Szóval, hogy készül Tamás Járon énekes madara, mentek Milánóba, hogyha a helyzet engedi, és tekintsünk kicsit előre, oly módon, hogy tekintsünk vissza is. Ugye az elmúlt években lényegében a határon túli területek táncát összefogtad, lényegében körbejártad az Állami Népi Együttessel, különböző koreográfiák kapcsán a határon túli területeket, és akkor most születik az énekes madár, és akkor mentek még Milánóba, és hogyha a következő évet nézzük, akkor az van, hogy egyébként 70 év, és hát nyilván készültek azért valamivel, vagy legalábbis gondolatok már vannak, mert hogy jubileumi évadot ünnepel majd az Állami Népi Együttes. Valóban 70 évesek vagyunk, így a mikrofon mögül nyugodtan mondhatom, hogy nem látszik rajtunk a kor, a hallgatók nem fogják ezt megcáfolni. Igen, három nagy pillér formálódik, egy április elején szeretnénk egy nagy gálával nyitni, egy nagy visszatekintéssel az Operett Színházban, aztán meghívásunk van a Szegedi Szabadtéri Játékokra, ahol szintén egy nagyon izgalmas világot szeretnénk létrehozni, ahol a szolnoki szimfonikusok, Kelemen Barnabás, kiváló hegedűművész, és az első budapesti rackák, és a Magyar Állami Népegyüttes együtt fakít egyet a Szegedi Szabadtéren, ez szerintem egy nagy durranás, és a Margit szigeten is szeretnék lenni, 20 éves volt a Naplegenda, ahol élőzenekarral, a legjobb szélsőzenészekkel, az összes csaj, aki énekel benne, a Szalóki Ágitól, a Herzkő Ági, a Bognár Szilvig, mindenki ott szeretném, hogy lenne. Szóval ez a három nagy pillér, de közben filmet is forgatunk, meg sok kis tematikus előadás. Az egész évet az ünnepnek szenteljük. Kicsit vissza a gálára, mutat, hogy lesz egy visszaemlékezés. Olyant terveztek-e, vagy megfordult-e ilyesmi a fejedben, hogy akkor azok a táncművészek, akik közben koreográfusokká váltak, és
is táncoltak valaha az állami népiben, vagy ott bármilyen pozíciót betöltöttek, hogy ők felállnak a színpadra a vezetéseddel, és akkor nem tudom, egy másfél perces táncbetétet ott megcsinálnak. Biztosan lesz ilyen. Az a helyzet, hogy kicsit a tánc az más, mint a Rolling Stones. Szóval Jagger 70 évesen is elég jó eltolja még az I Can Get No, vagy hogy kell. Igen, azt még elég jó eltolja. Na most egy táncos azért már 70 évesen nem úgy mozog. Csinálunk ilyet, de ezt nem a nagy közönség elő szeretnénk bemutatni. Jó, nem sokára színpadra került át, és akkor most vissza a közeli jövőbe. Tamási Áron énekes madara. Az, hogy mi lesz a következő, vagy hogy mivel készülsz, milyen következő koreográfia vagy előadás lesz, az megfogalmazódott már a fejedben, vagy vannak ötleteid, vagy most csak azt látod, hogy akkor hónap végén bemutató lesz? Nem, hát ugye a jövő évben a 70 évre kell készülni, de azért mindig úgy szoktam csinálni, hogy kis kísérletezések zajlanak a jövőre. Hát én szerintem egy nagyon izgalmas dolog sülhet ki belőle, valami olyan munkacíjon, hogy bort iszik a magyar, és ennek mind a hagyományban, mind a más típusú művészetben azért nagyon a bornak, a tisztességes ivásnak jó irodalma és művészete van. Na most ebből én azt gondolom, hogy mi, akik ugye büszkék vagyunk arra, hogy mi inkább bort iszunk, mint sört, szerintem tudunk egy jó előadást csinálni belőle, azok kedvére, akik szintén úgy gondolják, hogy inkább bort isznak, mint sört. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép napot neked. Köszönöm a lehetőséget. Ennyi volt már a Slágerkult, itt a 95.8 Sláger FM-en, a Magyar Állami Népi Együttes vezetőjével, Mihály Gáborral. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Szani Rolandot hallották. Viszont hallásra, viszont látásra.